lakossági fórumot tartottak csütörtök este Gyékényesen. Az eseményen szó esett a nyaraló tulajdonosokat érintő helyzetről, a szemétszállítással kapcsolatos változásokról, valamint az utóbbi időben országos figyelmet kapó helyi tó konfliktusáról. A gyékényesi tó ugye az előző hónapokban kiemelt sajtófigyelmet kapott az országos médiumokban. A hírek szerint a helyi horgászegyesület megemelte a kiadott engedélyek árát, valamint a vízterület egy részén. Egyes vélemények szerint a komplett területen megtiltaná a csónakázást, vitorlázást, strandolást, de még a parton való kutyasétáltatást is. Gergelyi Sándor alpolgármester többször is hangot adott nem tetszésének, amelyet követően a júniusi közgyűlésen a leváltásáról is szavaztak. Akkor Teszlákné Navracsics Nikoletta polgármester bejelentette, hogy július 13-án közmeghallgatást tartanak a tó ügyében, amely azonban elmaradt. A tegnapi lakossági fórumot Jánosa László, korábbi önkormányzati képviselő kezdeményezte. Jánosa nehezményezte, hogy a helyi horgászegyesületnek már nincs szavazati joggal rendelkező gyékényesi tagja. Az egyik szinten hallottam azt, hogy egy magánháznál történt egy olyan egyesség, vagy nem tudom, hogyan mondjam, amiben olyan embereket vettek az egyesületi tagnak, akik ki tudták zárni a gyékényesi embereknek azt a szavazat jogának a többségét. Tehát így állapították gyékényes önkormányzatot azt, hogy egyáltalán bemaradtasson a horgászegyesületben. Teszlákné Navracsics Nikoletta a fórumon ismertette az ügy kialakulásának részleteit. Szerinte ő is az alpolgármester a pandémia időszaka alatt lettek egyesületi tagok, szavazati joguk azonban nem volt. 8 hónap után azonban megfosztották egyesületi tagságától. A Horgász Egyesület ráadásul az elmúlt években áttette a székhelyét Gyékényesről Zákányba. Ez egyik esemény az volt, amikor az agrárminiszter úr felé írtam egy levelet, és kértem azt, hogy mi tulajdonosok kapjuk vissza a jogot. Bánya, illetve az önkormányzat. És ezt követően az egyesületben ugyanis fogalmaztak, hogy etikátlan viselkedtem, ezáltal kizárásra kerültem az egyesületből. A fórumon előtérbe került a környéken található félsziget kérdése is, amelyről több illegális építményt is el kellett bontani, és amelyet meg kellett tisztítani az elmúlt években. Kerner Lőrinc, a Drávakavics és Beton Kft. Kereskedelmi igazgatója hangsúlyozta, céljuk egy üdülőfalu kialakítása a területen.